A tudomány ismét beköltözött a kocsmába, és újabb érdekes témával örvendeztette meg a szép számmal összegyűlt közönséget múlt hét szerdán. Az előadás elején felvezetésképpen hallottunk a radioizotópok kriminalisztikai alkalmazásairól és az ionizáló sugárzások gyilkossági lehetőségeiről. Ezután az egyes nagyhatalmak letűnt és még működő állambiztonsági szerveinek, titkos rendőrségeinek tevékenységeiről mesélt tanár úr. Aki nem annyira jártas a témában, annak biztos meglepő volt a radioizotópok számos felhasználási lehetőségei, kezdve a tárgyak, személyek nyomjelzésétől, egészen az élelmiszerekbe csempészett izotópok által kifejtett sugárbetegségekkel végrehajtott gyilkosságokig. A téma ugyan nem mondható könnyednek, de Somlai professzor kiváló történeteinek és humorának köszönhetően ezt a beszélgető est hangulatán észre sem lehetett venni. Az előadás témája az érdeklődésnek köszönhetően kibővült egészen a korai és közelmúltban végzett atombomba kísérletekre, nukleáris balesetekre, az atomenergia alkalmazási lehetőségeire és veszélyeire, valamint esett néhány szó a paksi blokkok élettartam hosszabbításáról is.